Újabb adócsökkentés indul, legkésőbb jövő januártól nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a 25 éven aluli fiataloknak, jelentette be Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök azt mondta, az átlag fizetésekig érdemes megadni a teljes kedvezményt. Az intézkedés körülbelül 130-150 milliárd forintba kerül és 270 ezer fiatalt érint. Az a cél, hogy minél hamarabb saját lábukon tudjanak állni a 25 évesek is. Másfél éve dolgozik óvónőként Szabó Petra Füzesabonyban. Ez az első munkahelye, az egyetem után azonnal el tudott helyezkedni. Most 23 éves, így jövőre neki is jár majd a fiatalok jövedelemadó mentessége. Azt mondja, így több 10 000 forint marad majd a zsebében, amit szeretne félretenni. Mindenképpen lakásvásárlásra, illetve pénzt szeretnénk elrakni minél többet ugye a jövőbe, akár a gyereknek, illetve szeretnék félrerakni arra, hogy tovább tanulhassak, hogy minél jobban fejlesszem magam a karrieremben. Ez az a legelszegi fiatal is már azt számolgatja, hogy mennyi pénzt tud majd megtakarítani a kedvezménnyel. Azt reméli, minél előbb bevezetik az adómentességet, mert komoly tervei vannak. Többet is tudok majd félretenni, valamint a következő lépéseimet elősegíti, hiszen én is szeretnék lakást venni, autót venni. Legkésőbb jövőre lép életbe a fiatalok SZIA mentessége, ezt Orbán Viktor jelentette be a Kossuth Rádióban. Megvan a döntés arra, hogy legkésőbb 22. január 1-től azoknak a fiataloknak, akik még nem töltötték be a 25. életévüket, azoknak teljes jövedelemadó mentességet adunk. A miniszterelnök azt mondta, a kedvezmény részletein még dolgoznak, de lengyel minta alapján vezetik be. A kormányfő azt hangsúlyozta, fontosnak tartja, hogy a fiatalok 25 éves korukra a saját lábukra tudjanak állni. 130-150 milliárd forintba fog ez körülbelül kerülni, de fontosnak érzem, hogy a nyugdíjasok után a fiatalok is kapjanak egy komoly lehetőséget. A családi ügyekért felelős miniszterasszony számolja most, hogy hol legyen az a határ, ameddig az igazán gondolom, az átlag fizetésekig érdemes megadni az a teljes adókedvezményt a fiatalok számára. Tehát van egy 300 ezer forintos havi fizetésünk. A századvég vezető elemzőjével kiszámoltuk, hogy hozzávetőleg mekkora összeget jelent a fiataloknak a személyi jövedelemadó elengedése. Regős Gábor a KSH adataira hivatkozva azt mondta, a 15 és 24 éves korosztály átlagosan bruttó 300 ezer forintot keres. Ez a 15%-os SZIA-val számolva havonta 45 ezer forint megtakarítást jelent. Ez több mint 250 ezer fiatalt érinthet, természetesen egy jelentős részük csak részmunkaidőben dolgozik, tehát esetünkben ez az összeg is természetesen kisebb, de itt persze mindig függ attól is, hogy hogyan alakul az aktuális foglalkoztatási szint, hiszen azért is fontos a fiatalok támogatása, mert nekik sokszor nehezebb elindulni, nehezebb az első állást megtalálni, hogyha az első állás ugye már megvan, akkor már könnyebb helyzetben vannak. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint körülbelül 270 ezer 25 éve alattinak van munkája Magyarországon, vagyis a most bejelentett személyi jövedelemadó mentesség csak nem 270 ezer fiatalt érint.